Legnagyobb áruház, legnagyobb választék. Minden szinten, szinte minden. Újra a Blahán vagyunk, ahol 1926-ban nyílt meg a város akkori legmodernebb áruháza, a Corvin, és most hamarosan és fokozatosan újra nyílik, mi pedig megnézhetjük, hogy hogy néz majd ki. A Corvin áruház egykor a legelőkelőbb magyar nagyáruházként nyílt meg. Telkét a Kasszeli Alapítvány 1922-ben pontosan 99 évre vette bérbe, és számoljunk, tavaly előtt telt ez le, ugye? A helyén Budapest első mozgóképes színháza, az akkori Apolló kabaré állt. A látszólag csak egy emeletes homlokzat egy eklektikus külsőt kapott, egyébként az épület valójában több, négy vagy talán öt emeletesnek is nevezhető, mert ezek az ablakok szép fokozatosan elrejtik a színkülönbségeket. Ez volt az ország első modern étterembe vett plázája. Volt benne vendéglő, kávéház szalonzenével, jegyiroda és gyors fényképészet, rendeztek itt divatbemutatókat és kiállításokat. És főleg divatáruház volt, ahol a nem passzoló ruhákat a 60 varrónő egyike szabta a vevőkre, sőt vidékről katalógusból lehetett rendelni. A részvénytársaság többségi tulajdonosa a hamburgi Hans Erich Emden volt, ő akkoriban már 90 különböző nagyáruházat irányított Európában. Az akkori áruház fogalma pedig egészen más jelentett. Átlátható belső tér, már akkor is minden szinten, szinte minden. A nagypolgári látszatot pedig márványos oszlopok, aranyozott díszítőfestések, és persze az akkori űrkorszakot jelentő első mozgó lépcső jelentette 1931-től. Persze Corvin 2 is volt, ugyanis 1922-ben a körút és az Üllői út sarkán megnyílt a Corvin mozi, aminek az alapítói a névválasztást a történelmi nevek hazafias és erkölcsnemesítő hatásával magyarázták, és ki lehetett volna a legalkalmasabb célszemélye erre, mint Corvin Mátyás. Utána jött az áruház, amit ugyan nem díszítenek Mátyás reliefképei, viszont a város új közlekedési csomópontjában megszületett az első budapesti pláza. Ugyanezt még nem lehet fölismerni, de az első emeleten vagyunk, ott van a bejárat. Valaha itt ért fel a mozgó lépcső, és fölötte már látszik, ahogy szépen alakul az eredeti kazettás mennyezet. Itt pedig egy olyan rész bukkant elő, ami a 66-os átalakításban tulajdonképpen elfedtek, tehát ez igazából eredeti nimfák láthatók egy furcsa kandalószerű, álkandalószerű képződmény fölött, és ott egyébként a másik képen felbukkan egy hajó is, ugyanis a tulajdonosnak a német, pontosabban a Hansa kapcsolatait jelképezve. 1944-ig 52 osztályával a speciális szaküzletek elmés közössége volt, aztán német hadizsákmányként, később szovjet érdekeltség egészen 1952-ig, amikor az ideiglenesen itt állomásozók a magyar államnak adományozták. Sokáig a Centrum áruháza kékköve volt, aztán a rivális Skála Kók szerezte meg. Az ország egykor legnagyobb áruházából fokozatosan csak egy bevásárlóhely lett a sok közül. Mellőle robbantották ki a régi Nemzeti Színházat, utána a modernizálásakor alumínium borítást húztak az eredeti eklektikus homlokzat elé. Persze a drága borítás a kulissza volt, ami kitakarta a befalazott ablakokat és a galambfészkeket. A régi bejáratot a 60-as évekbeli felújítás miatt már nem lehetett teljesen visszaállítani, de a födémelemek kibontásával azért újra látható valami az eredeti grandiózusságból. És az első emeleten a híres műemléki kupolás bevilágított, egy teljesen új tetőszerkezettel rekonstruálják, a kagylós díszítő elemek és a savmart üvegek is megegyeznek majd az eredetivel. És újra előkerülnek a galambok, most ahogy egyre följebb jövünk, egyre több a fény is, a legfelső szinten vagyunk, méghozzá az épület hátsó részén, ami csak később épült az eredeti áruház szárnyhoz, és itt nem más volt, mint a Magyar Posta galambkeltetője. Na de mi lesz a Corvin valójában? Már nem áruház, hanem palasz.
A felújítás után 3 szinten kereskedelmi, és ezen részben átfedésben összesen 4 szinten hotel, vagy talán irodaház lesz. A tetőszinten panorámateraszt alakítanak ki étteremmel, ez lesz a Corvin tető utódja valamilyen formában, mert az ezredforduló után romjaiban újra trendi lett a Corvin, csak egészen másképp. Ekkor nyílt meg ugyanis új műfajként a tetőn a Corvin tető, ami a terasznak és a romkocsmának volt valami sajátos elegye, és lejjebb pedig a Müszi, ami egy ilyen sajátos coworking közösségi hely volt, rengeteg galériatérrel, közösségi térrel, szerkesztőségek is voltak itt, és a üvegtető körül pedig még egy közösségi kert is. A felújítandó épületre lehet egyrészt építészeti szemmel nézni, másrészt pedig nosztalgikusan, mert egyrésztről itt van egy kis szecesszióba oltott, de alapvetően eklektikus épület, amiben fantasztikusan, szinte mitológikusan felstilizálták a vásárlás aktusát, ahogy ezt 1927-ben körülbelül elgondolták. A homlokzaton mosolyogva lehet felfedezni a meztelenül lenyelgő párokat, fürdőző nimfákat, vagy a nagybajszú, íjas magyaros vitézt, templomi puttókat, mint egy távoli múlt kedves panoptikumát. Másrészt viszont a Corvin minden nap ismerősünk volt. Alumíniumba csomagolva és a szívünkhöz nőtt, most pedig felújítva az eredetit visszaidéző homlokzatával lesz egy meglepetésekkel szolgáló, felfrissített új súlypont a Blahán. A Corvin Palace tehát egyszerre lesz régi és új, egy olyan korszelet, amiben lényegében a soha nem látott formájában látjuk újra azt, amire nosztalgikusan emlékezünk. A mai élők talán egyharmadának lehet halovány emléke, milyen is lehetett a Corvin 1967 előtt, fémruha nélkül. Sokkal többen vannak, akik csak az alumínium dobozában vagy leromolva láthatták. Ez a megtépázott régi városi imázs most szép lassan átalakul, egészen 2025-ig, amikor végleg kész lesz a teljes épület, és a Corvin újra egy városi látványosság lesz. Támogass minket a Patreonon! Torma Tamás vagyok, és ez itt az Egy Hely. Ezt a videósorozatot 2 éve kezdtük el az Építészfórummal közösen, és azóta több százezren néztétek meg. Helyek, épületek, terek, mindegyik videóban egy különleges helyszínre megyünk. Ahhoz, hogy folytathassuk ezt a sorozatot, a támogatásotokat szeretnénk kérni. Támogass bennünket a Patreonon, és tuti, hogy akkor folytathatjuk.